el lehet felejteni azt, hogy ez a Debrecen úgymond hullámvölgyben van. Egy parázs hajtós mérkőzés volt a mai, azt tudom mondani, hogy okosan gondolkodva taktikusan játszott a csapatunk. Nagyon szép gólt lőttünk, a megszerzett labdákkal jól sáfárkodtunk, még egy kicsit, hogyha ha pontosabbak vagyunk, lőhettünk volna gólt, ugye volt egy 11-esünk is, amit sajnos kihagytuk, utána volt egy kis szerencsénk, hogy a Pátkai kapufára lőtte, hál' Istennek, így mondom. Az első félidőben gyengén futballoztunk, pontatlanok voltunk, lassan játszottunk, nem gondolom, hogy akkor érdemeltük volna azt, hogy esetleg vezessük. A második félidőre már úgy jöttünk ki, hogy felpörgött a csapat, és talán több lehetőségünk is volt. Oda nyomtuk a Debrecent a kapu elé, de nem sikerült sajnos. Többek között nekem is volt egy hatalmas helyzetem. Ezúttal kifele pattant a kapufáról. Talán az egész mérkőzésen nem volt sok helyzet, és mi tudtunk egy gólt rúgni, de nagyon sokat tettünk érte. Szóval ami az előző mérkőzéseken ellenünk fordult, gondolok itt a Pakson, amikor az utolsó percben kaptuk a gólt, vagy gondolok itt arra, hogy a Pécs ellen otthon, vagy a Kecskemét ellen nem sikerült nyernünk, nem mentek be a helyzetek. Azt gondolom, hogy most egy kicsit valamit visszaadott az élet, de ránk is fért, hisz hetek óta már jó formában van a csapat, jól játszunk. Kösz, Misi! Jól játszunk, és úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelt volt a mai győzelem. Tudtuk, hogy lesznek fordulópontok a meccsen, szerettünk volna ebből jól kijönni. Ott a Pátkai Máté kapufájánál azt gondolom, hogy ott visszajöhettünk volna a meccsbe. Az sajnos nem sikerült, úgyhogy mondom, az első fél idei gyengébb játék itt talán megpecsételt a sorsunkat, mondom, másik fél időben azért még volt egy szansunk, de azt nem tudtuk kihasználni. Ez volt Zsinórban most a hatodik mérkőzésen, amikor kezdő voltam, ez volt a második gólom, de lehettem volna sokkal eredményesebb is, hisz rengeteg szituáció volt, olyan helyzet, amit úgy gondolom, hogy elvárható lett volna, hogy én berúgjam. A csatár élete ilyen, voltak szituációk, amiket tényleg agyon úgymond nyertünk pár harcokba is, meg minden, én is védőket megvertem, és nem tudtam a kapuba találni, mellé rúgtam. Van ilyen, akkor is azt mondtam, hogy csinálni kell tovább, mert ez valahol majd egyszer megfordul, és mit ad Isten, most meg az üres kapuba kell bepasszolnom a labdát, úgyhogy én nagyon pozitív vagyok. A legfontosabb az volt, hogy a három pontot begyűjtsük, de nem lett volna utolsó, hogyha tudtunk volna egy olyan játékot mutatni, ami a szurkolói szemnek is tetszetős. Ez sajnos nem sikerült, ezt mi is éreztük. Nyilván itt ez egy másabb mérkőzés volt, mint a pécsi, tehát tudtuk, hogy a Debrecen azért milyen játékerőt képvisel, és azt is sejtettük nyilván, hogy azért nem lesz ez olyan egyszerű. Most úgy ítélték meg az edzők, hogy a Ibrahim jobban meg tudja esetleg előtartani a labdát, frissebb lesz, mint én, mert azért 60 percig nekem egyedül nem volt egyszerű helyzetem, de hál' Istennek sikerült, és jól jöttünk ki belőle, hisz megnyertük a mérkőzést. A 7 perc hosszabbítás az meg benne van a fociban. Lásd Bata Borisov, ott sajnos nem mellénk át a szerencse, itt most tudtunk nyerni. Azért előjöttek ezek a pillanatok? Nem, én személy szerint nem gondoltam ilyesmire, én arra gondoltam, hogy nyerni fogunk. Én nem hittem abba, hogy esetleg gólt tud rúgni egy